Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Vénusz bolygó eléri a napokban a legnagyobb kisugárzását. Vénusz bolygó jelenti a párkapcsolatot, a szerelmet, és itt megvan most ez a nagy vonzalom, hiszen ő szeret téged. Vénusz bolygó szimbolizálja a nőies energiát is, tehát megvan most nálunk, hölgyeknél ez a fellépés, ez a kisugárzás, mások észrevesznek bennünket. És most megtekintjük azt a kártyák alapján, hogy mit gondol rólad, vagy mit tervez veled. Itt látható az, hogy ő most egyedül van, de nem akar visszahúzódni vagy magányosnak lenni, hanem itt kezébe veszi a dolgokat. Ez a kép, illetve ez a bot utal a tűz elemére, és az azt jelenti, valami lelkesíti őt. Itt gondolatokról van szó veled kapcsolatban. Tehát itt megvan ez a vonzalom, ez a tüzes energia kettőtök között, és az gyakran utal egy testi kapcsolatra, erre a vonzalomra. Még mindig maradunk az ő gondolatainál. Itt látható a római kettes szám, ami utal rád és ő rá. Ő gondol rád, álmodik rólad, megvannak a remények, erre utal itt a hold energiája. De a tetteknél kicsit bizonytalan, vagy úgy gondolja, hogy te vagy itt bizonytalan, és nem tudsz döntéseket hozni. A kardok azok jelentik a levegő elemét, az lehet a felszabadulás érzete a félelmektől, a bizonytalanságoktól, de jelenti a kommunikációt is, tehát ő gondol rád, és ezt jelenti itt a hold, reménykedik abban, hogy te keresed vele a kapcsolatot, és itt lesz beszélgetés kettőtök között. Itt látható az erő, tehát megvan nála az életerő, be akarja bizonyítani magát másokkal szemben, neked akar erőt adni, amikor érzi most, hogy bizonytalan vagy, de azt is jelentheti, hogy keresi veled a kapcsolatot, a beszélgetést, és te adsz számára életerőt. Ez az erő jelenti a belső erőt is. A hitet. Itt látható a bizonytalanság, holott megvan a kapcsolat kettőtök között, itt van a remény, itt vannak a vágyak és az álmok, és ez ad számára vagy számodra életerőt, hamarosan cselekedni fog, hiszen a tűz eleme erre utal. Légy visszahúzódó, de ne félj a jövőtől, vagy ne légy bizonytalan, ne mutasd ezt ki, hanem mutasd ki a bizalmat, az életerőt, ő jön magától, hiszen erre utal ez a kártya, a tűz eleme. Keresni fogja a testi kapcsolatot is. És most megtekintjük, mit érez irántad. Itt látható, hogy ő itt meditál, tehát még visszahúzódó, de itt ez a szent kép jelenti az ő elképzeléseit. És a vágya, a reménye az, hogy tudjátok ezt a szerelmet élni. De ő várakozik, mert ő is kicsit bizonytalan,
és a kardok jelentik a levegő elemét, tehát át kellene tennie magát ezeken az érzelmeken, mint félelmek vagy bizonytalanságok, de a kardok jelentik a beszélgetéseket is. Tehát vár arra, hogy ez az álom, ahogy ő ezt elképzeli, megvalósuljon, és te keresd vele a kapcsolatot. Még mindig maradunk az ő érzelmeinél. Itt is a tűz eleme látható, és itt előre mennek a dolgok, de nem tudja azt, hogy milyen irányba. Vannak elképzelései, de nem tudja kifejezni az érzelmeit. Itt vannak a lehetőségek. Mondja így, vagy úgy, vagy amúgy, nem tudja, hogy mit tegyen. Az a fontos számára, hogy meglegyen a bizalom, vagy vár arra, hogy te jelentkezz nála, és akkor megvan nála ez a bátorság, és beszélni fog érzelmekről, amit ez a kártya még jelent, a tűz eleme, és itt egy tűzes párkapcsolatról van szó, tehát keresi a testi kapcsolatot. Itt látható az, hogy ő kezébe veszi a dolgokat, és uralkodni fog a helyzet felett. Uralkodik a gondolatai felett, uralkodik az érzelmek felett, és úgy figyeli az eseményeket. Ami itt történik, hogy meg lesz nála ez a magabiztos fellépés. Ami téged illet, megvannak az álmai, a vágyai, az elképzelései, nem tudja, hogy hogy közeledjen hozzád, keresi a testi kapcsolatot, holott nem csak erről van szó, hanem érzelmekről is. Ő inkább olyan várakozó jelenleg, és vár arra, hogy te jelentkezz nála, és ha itt megvan kettőtök között a kapcsolat, és ez az ő elképzelése, akkor uralkodni fog így a helyzet felett, és irányítja az eseményeket. És mi fog történni a jövőben? Két kártya kiesett a kártyalapból, és ez azt jelenti, ezt mi most eltávolítjuk, hiszen erre nincs szükségünk. Itt anyagiakról van szó, vagy munkáról, egy új kezdetről, kiesett a kártya csomagból, tehát el akar távolodni tőled, és az azt jelenti konkrétan számodra, egy új kezdet, a munkát, hogy az anyagiakat illetően most nem a megfelelő időpont, hiszen a kártya kiesett, nem akar itt lenni. És most megnézzük a jövőt. Itt láthatóak az érmék, azok utalnak az anyagiakra, utalnak a munkára is, de itt most még vannak korlátozások. Ugyanazt jelenti, mint a másik kártyák, amik kiestek, hogy egy munkahelyi kezdet most nem a megfelelő időpont, mert itt vannak még korlátozások. Még maradunk a jövőnél. Itt látható a lelki társad, és utal egy bizonyos helyzetre. Itt az érezhető ezen a kártyán, hogy elfoglalja a helyét. Itt anyagiakról vagy munkáról van szó, ő biztos a dolgában. De amit ez az arany érem még jelent, a belső értékek. Te értékes vagy számára. Ezt ki fogja mutatni. De ő is értékes számodra, hiszen ő itt ez a király, és megvannak az elvárásai, hogy te becsüld meg őt, vagy dicsérkest.
Ő komoly döntéseket fog hozni, erre utal ez a kard. Amit ez a kard még jelent, hogy elvág bizonyos dolgokat, mint például a félelmeket vagy bizonytalanságokat. Itt megvan a siker, és ami még fontos kettőtök számára, ez a kommunikáció, hiszen ez a kard mutatja a levegő elemét, és a levegő eleménél gyakran kommunikációról és döntésekről van szó. Ez a beszélgetés mindkettőtöknek sikert hoz, itt látható a képen. Itt ezen a képen láthatóak az érmék, az utal az anyagiakra és a munkára. De a római 9-es szám itt azt jelenti, itt vannak még korlátozások. Tehát nem a megfelelő időpont most munkahelyet változtatni. Az érmék jelentik a belső értékeket is. De mivel te saját magadat korlátozod ebben, nem vagy ennek tudatában, hogy te értékes vagy számára. Vedd kezedbe ezt a kardot, és vágd el ezeket a bizonytalanságokat. Légy a saját értékeiddel tisztában. És pontosan ezt mutatja ő, ezt tükrözi számodra. Hiszen, mint egy király, tehát nagyon magabiztos, átnyújtja számodra ezt az aranyérmét. Ez lehet anyagi segítség is, vagy segítség a munkahelyen, de jelenti azt is, hogy te értékes vagy számára. De neki is megvannak az elvárásai, mert ő is szeretné azt, ha megbecsülést kapna. Keresi veled a kapcsolatot, itt lesznek fontos döntések és beszélgetések. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá